Festőszimulátorok, szakmai kiállítók, termékbemutatók és konzultációs lehetőség várta a festőszakma képviselőit, a szobafestő, mázoló, tapétázó országos ipartestület és az ipartestületek országos szövetségek közös nemzetközi szakmai konferenciájának második napján. A rendezvény tegnap kezdődött Kecskeméten, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara Platter János termében. Helmut Schulz, az UNIEP, vagyis a Festőipari Vállalkozások Nemzetközi Szövetségének elnöke mellett más nemzetközi résztvevők is beszámoltak arról, hol tartanak a szakma digitalizációjában. A konferencián Szlovákia, Csehország és Szlovénia festőipartestületei képviseltették magukat. A rendezvényen az IPOSZ és az SMTOI közös sajtótájékoztatót is tartott, amint bemutatták a saját digitalizációról szóló projektjüket. Magára kis vállalkozásokra történő lefordítása a digitalizációnak, hanem egy-egy szakmára történő lefordítása ez, hiszen minden szakmának más és másképpen kell viszonyulnia magához a digitalizációhoz. A digitalizáció, automatizáció és technológiai fejlődés alkalmazási és képzési lehetőségei a festő, mázoló, tapétázó, mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tevékenységében a szakma jövője elnevezésű projekt tehát a digitalizáció használatának és igényének felmérésére irányult. Magát a szakmára való lefordítást jelenti, hiszen minden szakmában azért másképp kell a digitalizációra tekinteni. Természetesen vannak átfedések, hiszen itt is elhangzott, hogy vannak azért plottervágások, technológiák bemutatása, amit mondjuk egy műköves ugyanúgy meg tud valósítani, vagy egy burkoló ugyanúgy meg tud valósítani, vagy kell a szakmához, vagy magához árképzéshez szintén. Ugye itt, ami nagyon fontos, hogy maga a mikrovállalkozó tudjon egy olyan tételes árkalkulációt bemutatni a megrendelőnek, amely alapján végig lehet menni bármikor a későbbiek során is, és ez minden munkanemet tartalmaz. Ezáltal egyrészt ő is fel tud építeni egy olyan árat, amely valóban minden költségét fedezi, tud arra visszatérni bármikor a költségvetésből, hogy ez mennyi anyagköltséggel, mennyi anyaggal, mennyi anyag felhasználással jár, illetve magát azt is, hogy mennyi munkaidő felhasználással jár egy ilyen munkának az elvégzése. Tehát egy utókalkulációt is bármikor tud végezni, hogy ebbe valóban beférte, jó volt-e, tudja saját magát is ellenőrizni, és valóban így a vállalkozását versenyképessé tenni. A technológiák már megvannak, a projekt azt tűzte ki célul, hogy ezeket megismertesse a szakemberekkel, és hogy a szakképzésbe is be lehessen építeni őket. Emellett a digitális eszközök alkalmazásával, az oktatás korszerűsítésével és a szakma szolgáltatás palettájának bővítésével a fiatalok számára is szeretnék vonzóbbá tenni a festést, mázolást, tapétázást. A digitalizáció több tekintetben segíti a munkánkat, a effektív munkavégzés nem váltja ki. Tehát nem jutunk el oda, hogy robotok fogják festeni a falat, még ez azért távol áll. Tehát a szakemberekre mindig, jó szakemberek mindig szükség lesz. De a munkavégzés begyakorlását, akár itt a tanulók szempontjából, például szimulátorokkal nagyon jó lehet fejleszteni, illetve ami fontos, elemezni. A festés azonban továbbra is kézműves szakma marad. Az elemek megmaradnak, csak a digitális technika segítségével vagy könnyebben kivitelezhetőek, vagy éppen egyénre szabottan tudják a festő kollégák megvalósítani ezeket az elképzeléseket, tehát egyéni, exkluzív megrendeléseket tudnak végrehajtani. A mostani technika segítségével bármilyen képet, bármekkora méretben fel tud a festővállalkozó tenni a megrendelő falára, és ezzel ugye egy új szolgáltatást tud ellátni, amit nagyon fontosnak tartunk, a munkaerőpiaci alkalmazkodó képességet ezáltal tudjuk biztosítani számukra. Ez csak egy példa arra, hogy a digitális technikával, új eszközökkel mire lehetnek képesek a szakma képviselői. A jövőben már az épületek és falfelületek szkennelése, a színkeverés és az árkalkuláció is könnyebb lehet a szakma digitalizációjának köszönhetően.